üdvözöllek a csatornámon. Most, amiről szeretnék nektek egy kicsit beszélni, az pedig nem más, mint a hölgyeknek, csajoknak, nőknek ajándékötletek. És most egy kicsit arról a részéről szeretnék beszélni, hogy az utóbbi években én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok nő szeretetéhes, tehát szeretetre, szerelemre vágyik, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy főleg így a mai fiúkra jellemző, hogy sajnálják a pénzt nem csak a nőre, hanem magukra, és ebben szeretném egy kicsit szemléltetni, hogy egy nő szemébe mi az, amivel egy kicsit jobban be tudod enni magadat. És na most először is azt kell, hogy mondjam, hogy azért a nők egyrésztről szeretik azt, hogyha a férfi tudja, hogy mit akar az élettel, ez az egyik része. A másik dolog, hogy legyél ötletes. Tehát legyél kreatív, legyen saját véleményed, nem csak az életről, másról is. Arról nem is beszélve, hogy valami olyat próbáljál megtenni, ami a nőnek egy kicsit nem csak az, hogy visszajelzés, hanem ő elismeri. Tehát, hogy elismeri azt, hogy van egy ilyen oldalad is, és ezt szeretném most például szemléltetni. Hát megmondom az őszintén, dolgoztam egy benzinkúton tavaly, ugye 2021-ben, aztán az egy más dolog, hogy már hogy alakult, mert most egy olyan világban élünk az utóbbi egy évtizedben, vagy már több ideje egy kicsit, hogy itt most már semmi sem biztos. Ugye van az a mondás, hogy csak a változás az állandó, és nagy a sürgés, forgás, menés, jövés, és viszont ahogy elnéztem a mai fiúkat, tehát az nem egy nő számára, nem egy szóval nem tudtok érdekesnek lenni. Ebben azt akarom mondani, hogy például mai tipikus páva legények elkérik anyunak a 206-os Peugeot-ját, és szigorúan 2 darab Hell Energia italra együtt fizetnek 2990 forintot, ami nem baj, csak az a baj, hogy egyrészt ugye beszéltem már arról, hogy egyedül, tehát amit egyedül érsz el, az fogja egy nő elismerni, ez az egyik része a dolognak. 2, pedig az a baj, hogy ez egy olyan dolog, hogy nem csak hogy a nőtől sajnálod a pénzt, hanem magadtól is. És na most, ha valaki, mert én azért több családban nőttem föl, szegénybe, jómódúba, gazdagba, és azt el kell, hogy mondjam, hogy a gazdag családba nem volt szeretet. Tehát ott a gyereknek hiába egy-két gyerek volt, az, hogy most megvesz valaki egy kocsit neki, megvesz egy lakást, nem fogja úgy értékelni, mint hogyha maga érné el. Arról nem is beszélve, hogy a pénzt se fogja úgy értékelni, mert könnyen jön a pénz, könnyen megy a pénz, és tehát azt akarom ebben szemléltetni, hogy a szülőnek a pénzét nagyon gyorsan el tudja valaki tapsolni. Na most nekem, ami például gyerekként kaptam pár ezer forintokat, nem olyan horribilis nagy összegeket kaptam a szüleimtől, tehát itt inkább névnapra, születésnapra és karácsonyra, esetleg húsvétre gondolok, és könnyen ment, tehát könnyen jött a pénz, könnyen is ment, és az utóbbi körülbelül 8 évben jöttem rá arra, hogy akkor tudsz valami sikert elérni, hogyha ezeket a dolgokat magadnak teremted meg. Tehát például, amiket mondjuk így rászántam fejlesztésekre, vagy bármi más, ami érdekelt, azt magamnak kerestem meg munkába. És rájöttem nem csak arra, hogy egy fizetést, tehát egy munkabért hogy kell beosztani, hanem arra is, hogy ha már ugye úgy leszel fiúból férfi, hogy ugye azt is mondtam, hogy először az állatok, tehát például a kutya meg a macska az egy jó példa erre, hogy felelősséget válasz. Tehát például ételt adsz neki,
vizet vagy tejet adsz annak a kismacskának, kiskutyának, és egyfajta felelősséget válasz érte. Na most ugye ez a későbbiekbe átmegy abba, hogyha majd eljössz egy olyan szintre, hogy a gyereket van, tehát hogy neki előteremted meg a feleségednek ezeket a dolgokat, és hogyha tehát ezekért meg kell dolgozni. Tehát most az, hogy magadtól sajnálod a pénzt meg egy nőtől, én úgy gondolom, hogy most az, hogy most fiataloknak minden áron ez a kocsi téma, az holott azért nők olyan dolgokról számoltak be nekem, hogy kocsiba akarta csinálni az intim részét is az életről, tehát ez egy komoly nőben nem fog működni. Tehát az vagy azt akarja, hogy az ő lakására menjél föl, mint férfi, vagy pedig a te lakásodra, bár ezt inkább megmondom az őszintét, a nők jobban szeretik, hogyha te mész az utóbbi időben én vagy észrevettem, hogy te mész a nőnek a lakására, nem pedig fordítva, pofon egyszerű, a válasz az abban rejlik, hogy egy nő sokkal jobban érzi magát a saját otthonát, a környezetében, amit kiépített, a harmoniákától kezdve mindenbe, és sokkal jobban el tud lazulni. Na most, hogyha ő menne a te lakásodra, akkor nem biztos, hogy ilyen könnyen el tudna lazulni, tehát azért ez is egy szempont a nőknél. És én azt tudom tanácsolni, mert nagyon sok olyan idősebb, tehát tőlem idősebb illetők is elbasztak komoly nőket, hogy ha te benned van egyfajta karakánság, és van egy olyan fajta rossz fiúság, tehát itt a rossz fiúságra arra gondolok, hogy ugye az azért fontos, hogy ne unjon meg egy nő, tehát ne legyél egy nő számára egy ismerkedésbe, egy párkapcsolatba unalmas. És ha te neki pont ez a lényeg, hogy akár régi udvarlás szerinti, akár új udvarlás szerinti, hogyha te érdekes, kellően érdekes tudsz lenni a nőnek, meg kellően, tehát itt, és ezen van inkább a kulcs szó, hogy éreztetni kell a nővel, hogy nő akár égvallás szerinti, akár újvallás szerinti. Na most az nem, tehát az nagyon kevés nőnél működik, hogy most gyerünk be bébi az altóval, tehát ez nem működik. Tehát az esetek 80%-ában, tehát itt főleg szerelmes, romantikus nőtípusokról beszélek, esetek 80%-ában nem működik, és ebben azt akarom mondani, hogy egy olyan romantikus, kreatív ötlettel kell, hogy meglepd a nőt, ami egyedi. Tehát amivel be tudod a nő szívébe enni magadat, és erre például azt tudnám mondani, hogy ami így a nőiességet így kicsit így érezteti, például egy szép lábbelit veszel a nőnek, és nem biztos, hogy magas sarkú, hanem egy szép lábbelit, de akár a magas sarkú is lehet egy jó ötlet. Akkor például vannak olyan divatorientált termékek, például Zara, vannak olyan értékcsökkentett termékek, ahol pont egyedi stílus tudsz venni, ilyen vannak nagyobb leárazások, és ha te kellően figyelmes vagy, meg tapintatos a nőnél, akkor sokkal, azt akarom ebben mondani, tehát nyilván egy szerelmes nőtípusról beszélünk, sokkal jobban fog értékelni, mint az, hogy most lenne kocsid, vagy nincs kocsid. Mert ha nincs kocsid, akkor van az a lehetőség, hogy ugye nagyon sokak urak ugye panaszkodnak, hogy hát a mai nő az a pénztárca, hogy dagad meg, hogy a sluszkulcs, azért nem éppen így van, ma azért látok a te korosztályotokban is 18-20 éves mai nőket, akik komolyak, csak az a baj, hogy ti ezt nem veszitek észre a szórakozó helyen, hogy igen, ott egy komoly nő a másik dolog, mert én azért adok olyan uraknak a véleményére, meg én régebbi dolgokkal kapcsolatban, tehát a 70-80-90-es években azt kell mondjam nektek, hogy a jól öltözött férfiak tetszenek a nőknek. Tehát az azt jelenti, hogy a férfi kisugárzás, a stílus, a divat és a mondani való, tehát ez a négy dolog, ez egyenlő kell, hogy legyen.
egy adott férfinél, és akkor, hogyha ez megvan, akkor fel fogod magadra hívni a figyelmet. De ez az kell, hogy egyrészt hát nyilván az ápoltság, de hát az meg egy olyan dolog, hogy az egy alapvető dolognak kell lenni, tehát az egy alapvető civilizációhoz tartozik, hogy te ápolt vagy, és ha ezek megvannak, akkor nem csak az, hogy sikeresen fogsz tudni ismerkedni, hanem még egyszer mondom, tehát hogyha te egy olyan dologgal leped meg a nőt, amivel egy kicsit be tudod enni a nőnek a szívébe magadat, és értékelni is fog téged, az mondom, tehát nem az, hogy a kocsiba, hogy fogsz beülni, meg ilyenek, tehát az akkor úgy gondolom, hogy akkor van egy ilyen kategória, hogy egy ilyen gépjármű, aztán ettől lesz a hölgynek egy nagyobb igénye, aztán egy még nagyobb igénye, aztán egy még nagyobb, és így sorba, tehát ott úgyis csak a pénzt, meg az anyagi biztonság lesz a hölgynek motiváció, de hogyha valóban egy szerelmes nőtípusnál, tehát egy szerelmes nőtípusra áll szemben, akkor az úgyis az érzésekre fog adni, meg az egzisztencia, tehát az érzelmi részére, és az alapján fog magának férfit választani. Na ugye erről is már beszéltem, hogy a nők választanak pár maguknak, de viszont te rajtad áll a végső döntés, mert a szerencse az mindig ugye azokat szolgálja, akik tudnak vele élni. Tehát ugye ebben is van igazság, és ebben azt akarom mondani, hogy egy 10.000 forintból is úgy meg tudod lepni azt a nőt, hogy egy kicsit megszilárdítsad a párkapcsolatodat, meg egy kicsit jobban, tökösebbnek gondoljon, hogy te... Tehát azt akarom még ebben mondani, hogy kockáztatsz. Na most a nőknél ez olyan dolog, hogy a talán az lehet nem, de lehet igenis a nőknél, és azért egy kicsit olyan, mint a állásinterjú, meg a munkaviszony, hogy egy kicsit kockáztatni kell. Tehát a nők is ilyenek. És hogyha le tudsz vigyőzni egy nőt, akkor onnantól kezdve másképpen fog értékelni. És akkor például ez lehet egy olyan, hogy mondjuk egy ajándékozásra, hogy egy kicsit érezteted bele, hogy nő, hogy mondjuk azok a férfiak ott a háttérben, akkor háttérbe tudod szorítani, és ez nem feltétlen anyagiasság kell, hanem azt, hogy más cselekedni. És akkor tudni fogja a nő, hogy hát igen, hogy azért ez a pasi, ez egy kicsit másabb, mint a többi férfi, meg arról nem is beszélve, hogy én azt kell mondjam nektek, hogy volt nem egy olyan párkapcsolatom, ahol az érdekelte a nőt, hogy leírtam, hogy milyen a melle, hogy milyen a, tehát hogy milyen ruhát, tehát milyen méretű ruhát hord, hanyas a lába, és teljesen ki volt ettől, hogy ilyen férfival meg nem találkozott az internetes ismerkedésben, meg egóba sem tudott ennyit nyújtani, mert ugye nagyon sok nő arról számolt be, hogy faszképek és semmi, tehát nagyon sok úr a szex körül forgulódó, és semmit nem tud belevinni magába az ismerkedésbe, meg magát az udvallásba se tud semmi olyat belevinni, ami a nő számára hosszú távon valamit nyújtana. Ebbe azt akarom mondani. Úgyhogy lehetőségek vannak, viszont rajtad áll, hogy mennyire élsz vele. És mondom még egyszer, tehát hogyha egy romantikusan leped meg a nőt, sokkal jobban fog értékelni, mint hogy te bármilyen kocsit, tehát azt, hogy most te 6-800 000 forintos kocsiba ülsz, azt utána meg bármi történhet a mai világban, hogy mondjuk tegyük fel, van egy munkahelyi változás, ami mondjuk kihat rád, és akkor utána már döntéssel jársz, hogy mi a fontosabb, hogy most a kocsit tartod meg, vagy a lakással kezdesz valamit, és akkor ezért egy nő azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a komoly nők azok nem autóba akarnak szeretkezni, hanem igenis egy lakásba, gyertyafényes, romantikus hangulatba, tehát azért a nők többsége az nem ilyen. Aki meg mondom, arra vágyik, hogy most egy ilyen tuningolt gépcsodába beleüljön, meg az autóba, én úgy gondolom, hogy arra a nővel hosszú távon te ne éljed bele magad, mert nagyon fogsz koppalni, mert nagyon sok ilyen illetőt láttam,
és ami még talán itt fontos, hogy valamifajta szellemességet is, tehát a rossz fiúságnak azt a jó tulajdonságát kéne, hogy belevigyétek, ami alapján nem un meg egy adott nő, hanem látja, hogy te potenciálisan megfelelsz neki, és lássa azt is, hogy miért téged válasszon a többi férfi közül. Szerintem ez is egy fontos külső tényező, és urak, ezen is én úgy vettem észre, hogy eléggé el szoktak ezen a dolgokon siklani, holott szerintem ugyanúgy fontos, mint a jó beszéd, tehát azért ezek olyan dolgok, hogy összefüggnek valamennyire a párkapcsolatban. Köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna a mai videóba, sziasztok!